Hát valamikor sehogy. Az, azon múlik mindig, mennyire mély a karma. Hogyha karma nem túl mély, akkor ember elmegy templomba, akár bármilyen, ami, amilyen valáshoz tartozik, imádkozik, adja egy kis adományt, és akkor megszabadul. Valamikor kell, hogy papok imádkozanak érte, vagy brámanák, mantrázanak, valamikor tűzáldozatot kell csinálni, de valamikor nem lehet, mert ha olyan erős a karma, hogy egész életre szól, akkor esetleg akkor tud változni, mert valamikor nem is egy életre tud szólni, hanem több életen keresztül, de hogyha valaki elkezd gyakorolni a lelki életet, vagy a mások, akik lelki életet gyakorolnak, és csinálnak plusz gyakorlatokat, amelyeknek az eredményet neki ajánlanak, és imádkoznak érte, akkor ne aggódjunk, hogy ebbe életben nem látjuk változást, de garancia, hogy következő életben tiszta lapal fog folytatni.